kérdezik tőlem, hogy mi van a mögött, hogy én a nőkről beszélek. Jönnek reakciók. Az egyik meggondolás az, hogy a feleségem is szolgál tanításban. Biztos azért tanítok a nőkről, mert a feleségem mert szeretném így igazolni vagy bevédeni. Hála Istennek az utóbbi időben egyáltalán nem érték támadások ezen a téren, sőt, inkább pozitív reakciókat kaptunk. Úgyhogy ezért önmagában nem jutott volna eszembe, hogy erről beszéljek erről a témáról. Nem őt szeretném védeni, hanem inkább úgy gondolom, hogy tartozom a nőtársadalomnak ezzel az üzenettel Isten által. És ha ezt esetleg még nem sokan mondták el, vagy, vagy szinte senki nem mondta el, akkor én el fogom mondani, még akkor is, hogyha esetleg lesznek negatív visszajelzések, amik azért most már vannak az előző két rész kapcsán. Például ilyenek, hogy Iván, miért emeled te a nőket? Erre hát azt tudom mondani, hogy azért emelem a nőket, mert a nők le vannak nyomva, és nincsenek a helyükön. Nem én emelem a nőket, hanem Isten emeli a nőket. Nem emeli őket túl azon, ahol helyük van, csak a helyükre szeretné őket tenni. Ezért beszélek erről. Aztán olyan reakció is jött, hogy Kizárólag a férfi Isten képmása, és a nő nem. Tehát képzeljétek el, itt vagyunk a 21. század kezdetén, és még mindig egyébként gondolkodó emberek ilyeneket üzennek. Tehát ezekből a visszajelzésekből azt látom, hogy nagyon is aktuális ez az üzenet, és nagyon fontos. A nazareti Jézus korában a korabeli férfiak rendszeresen hálát adtak azért, hogy nem nőnek születtek. Komolyan. A nők, ha valamilyen peres ügy vagy valami bírósági ügy volt, akkor nem vették számba a nőnek a tanúbizonyságát, kizárólag a férfiakét. És gyakorlatilag a nők kizárólag férfiak árnyékában, a férfiak hátterében élették az életüket. Viszont eljött a názáreti Jézus, akiről azt gondolhatnánk, ha nem ismernénk őt, hogy ő egy vallási vezető volt, aki a vallást alapított, és ezzel foglalkozott. De valójában a názareti Jézus, ő az Isten fia volt, aki, és ma is az, aki azért jött ebbe a világba, hogy megszabadítsa a foglyokat, hogy kihozza az embereket a megkötözöttségeikből, és ezzel együtt a torz és beteges gondolkodásaikból is. Ezért jött el az Úr, hogy megmentsen bennünket, hogy átvigyen bennünket a halálból az életbe, az ő belé vetett hitáltal, az ő véráldozata által. A názareti Jézus nem azért jött, hogy engedményeket tegyen, hogy kedvezményeket gyakoroljon például a nők felé, vagy bárki felé. A názareti Jézus nem azért jött, hogy az adott kultúrán és vallási szokásokon belül egy picit helyre tegye a dolgokat. A názareti Jézus a mennyből jött. Ő a mennyből származik. A názareti Jézus lényét, gondolkodásmódját nem a földi gondolkodásmód hatotta át, hanem a mennyei gondolkodásmód. Konkrétan a teremtő, mindenható Istennek, aki az univerzumot megalkotta a gondolkodásmódja. A názareti Jézus nem beszélt saját akaratból, és nem befolyásolta őt az emberek beszéde ebben az értelemben, nem akart tetszeni senkinek, nem akart kedvezni senkinek, hanem mit tett, szólta az élő Isten szavát, akaratát száz százalékban. Nem 98, hanem száz. Ilyen a mi úrunk. Ez nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy amikor a názáreti Jézus beszél, akkor ez maga Isten szava, ha úgy tetszik, Isten törvénye. És kik vagyunk mi emberek, hogy ezt felülírjuk, kritizáljuk, vagy félreértelmezzük, vagy félretegyük, és ne alkalmazzuk. Hogyan viszonyult a Názareti Jézus a nőkhöz a Bibliában? Az a megdöbbentő, hogy akárhogyan is olvasod az evangéliumokat, a következőt fogod látni. A názareti Jézus pontosan ugyanúgy viszonyult a nőkhöz a Bibliában, mint hogy a férfiakhoz. Pontosan ugyanúgy. Nem volt egy női tanítás rendszer, meg egy férfi tanítás rendszer. A názáret Jézus nem tartott női alkalmakat, és nem tartott férfi alkalmakat. A názereti Jézus az igazságot szólta kinek? Az embernek. Az embernek. Legyen az férfi, legyen az nő. A názereti Jézus nem tett különbséget a férfi és a nő szempontjából szellemileg, tehát spirituálisan mondom ezt. Hanem ugyanazokat az igazságokat mondta nekik, ugyanazt a szabadítást tárta eléjük az ő vérét ugyanúgy kiontotta férfiért és nőért. Nem tett különbséget, nem voltak szintek, nem voltak kasztok az ő gondolkodás módjába. Ő mindenkiért odaadta az életét, a vérét, hogy mindenki megszabadulhasson. És elég sok ige van előttem, sok történet, ami ezt igazolja. Megpróbálunk úgy végighaladni, hogy nem fogom végig elemezni az összes történetet, mert erre nincs most idő, de a lényeget próbáljuk meg ezekből megragadni. Először is, a Názereti Jézus egy zsidó rabbi volt a Biblia szerint, tehát egy tanító is volt. Sokan csak ennyit láttak belőle. A zsidó rabbiknak voltak követői, voltak tanítványai. De nem nők, hanem férfiak. Ezzel szemben a názereti Jézusnak sok, a Biblia szerint sok női tanítványa volt. Lukás 8.1.3 Másnap Jézus a 12 apostollal a városokat és a falvakat járta, hirdette az Isten királyságáról szóró örömhírt. Volt velük néhány asszony is, akiket Jézus gonosz szellemektől szabadított meg, és betegségektől gyógyított meg. A Magdalai Mária, akiből hét gonosz szellem ment ki. Johanna, Koza felesége, aki Heródes udvarának egyik vezetője volt. Zsuzsanna és még sokan mások. Ezek az asszonyok a saját vagyonokból támogatták Jézust és a tanítványokat. Ugyanezt erősíti meg a Máté 27. 55-östől ol olvasom. Sok asszony volt ott, akik távolabbról figyelték. Ők Galileától követték Jézust, és gondoskodtak róla. Köztük volt Magdalai Mária, Mária, aki Jakab és József anyja volt, és a Zebedeus fiúk anyja is. Tehát van, akiket név szerint is megemlít a Biblia. Nem küldte el Jézus ezeket az asszonyokat. Nem mondta nekik azt, hogy ne kövessetek engem, ne hallgassátok meg, amiket mondok, nem ez a ti dolgotok, ez férfi dolog, hanem aktívan követték őt, és tanultak tőle az Isten országáról. A múltkori alkalommal már beszéltem a Mária és a Márta esetéről, de megint elő kell, hogy hozzam egy pillanatra, amikor azt írja Lukács 10.38. Jézus egy faluba érkezett, ahol egy Márta nevű asszony látta vendégül. Mártának volt egy testvére, Mária, aki leült az úr lábához, és úgy hallgatta a szavait. Szeretnénk megállni egy szóra. A Biblia arról számol be, például Pál Apostorról, hogy ő Gamáliel lábánál tanult, tehát leült Gamáliel lábához, és ott tanult. Egy rabbi lábához ülni, ez azt jelentette a legkomolyabb kapcsolat a tanítvány és a mesterek között. Tehát ez a, az él tanítvány, vagy a, hogy mondjam, a, a legfontosabb uh, tanítvány, lehet, lehet így mondani. Ez az iskolában ma nem mindig így van, az elsősorba szokták ültetni a rossz fiúkat, meg a rossz gyerekeket, hogy szem előtt legyenek, de abban az időben ez nem így volt. Tehát aki közel kerülhetett a, a tanítóhoz. És itt egy hölgyről írja ezt a Biblia, hogy az Úr lábához ült, és így tanult. És tudjuk a történetből, hogy mivel sok volt a tennivaló, a testvére ezen kiakadt, és szóvá tette, hogy miért nem segít a konyhai munkálatokban, mert ugye a nőnek a konyhában a helye? Na de álljunk meg egy pillanatra ezzel kapcsolatban is, mert a nőnek a konyhában a helye? Drága emberek, ez kulturális kérdés. Azt kell, hogy mondjam. Tehát voltak olyan kultúrák, amikor a nő nem főzött, nem ő volt a főző. A Bibliában is sok ilyen példa van, amikor nem nők főztek. Gondoljatok például Jákob és Ézsau történetére, ahol férfiak főztek. Vagy Ábrahám esetében is látjuk, hogy Ábrahám is főzött, stb. Tehát ez kultúra függő, és ha már itt tartunk a konyhánál, a mesterszakácsok általában férfiak, oda se engedik a nőket, ami egyébként szintén egy elég furcsa dolog szerintem, mert én nem gondolnám, hogy egy nő ne tudna legalább olyan jól, vagy akár jobban főzni, mint egy férfi. De minden esetre, szóval ha egy kicsit a kultúránkat félretoljuk, akkor rájövünk arra, hogy nem ez a női szerep legfontosabb része, hogy a konyhában van. És ezt Jézus igazolta. Azzal együtt is, hogy én nem szeretném vele beszélni feleségemet, hogy főzzön, mert kiválóan főz, és nagyon örülünk neki. De én nem szeretném őt egy főzőgépnek se látni, aki, akinek az értéke az abban mutatkozik meg, hogy főz. És ha nem főz egy nap, én akkor is ugyanúgy fogom szeretni. Ezt most írásba is adom neketek el. Szóval itt van ez a drága két asszony, és Márta, miután szóvá teszi a testvérét, hogy miért nem segít, ezt mondja neki Jézus, az úr így felelt. Márta, Márta, túl sokat válasz magadra, és sokat aggodalmaskodsz. Pedig csak kevés dolog van, amely igazán fontos, sőt valóban csak egyetlen egy. Mária jól választott. Ezt soha el nem vehetik tőle. Tehát Jézus azt mondta a testvérének, hogy ő, aki Mária, aki odaült a lábához, az választott jól. Miért? A názáreti Jézus nem rendet akar csinálni, hogy kimenjen a konyhába és kimenjen máshova. A Názareti Jézus a mennyből jött, és a názáreti Jézus az embereknek az üzenetet akarta átadni Istentől. És így el, ez nem volt könnyű abban a korban sem. Ez oda kellett figyelni. És ő meglátta az asszonyokban is azt, hogy ki az, aki odafigyel, ki az, aki megérti és megragadja ezt az üzenetet, és igen sok ilyen nő volt abban a korban is, és ma is ez így van. Hála Istennek! Dicsőség az Úrnak! A názereti Jézus többször beszélt olyan asszonyokkal, és érintkezett olyan asszonyokkal, akikkel a zsidó szokások szerint nem volt szabad. Például az egyik legismertebb történet a szamáriai asszonynyal való beszélgetése, aki halmozottan hátrányos helyzetű volt, mert szamáriai volt, egy megvetett népből származott, akikkel szóba se álltak a zsidók, plusz egy rabinak kettesben egy asszonynal nem lehetett beszélni egy nővel, tehát ez nonsens volt, ez fel sem erült. A szamáriai asszony csodálkozva kérdezte, hogy kérhetsz tőlem vizet zsidó létedre? Amikor én szamáriai vagyok, a zsidók ugyanis szóba sem álltak a szamáriai lakosokkal. Jézus így válaszolt: akik ebből a vízből isznak, azok újra megszomjaznak, de aki abból a vízből iszik, amelyet tőlem kap, az soha többé nem szomjazik meg. Jézus elkezdett az asszonynak tulajdonképpen evangélizálni, illetve hirdetni a messiást, hogy kicsoda ő valójában. És az asszony több lépcsőben, Felismertem, most nem megyek végig az egész igén, egyszer rádöbbent arra, hogy Jézus az Úr. És a legfőbb esemény a számára az volt, hogy Jézus elmondta neki, hogy öt férje volt, és a mostani meg nem a férje. És erre az asszony azt mondja, hogy látom, hogy proféta vagy. Most érdekes ebből a történetből, hogy Jézus látta az asszony, tehát tökéletesen látta az ismeret beszéde által, hogy ez az asszony milyen állapotban van. Tehát nem elég, hogy nő, nem elég, hogy szamáriai, de még egy illegális kapcsolatban élő nő is. Tehát erre azt mondanánk a korabeli emberek, hogy na ezzel a nővel ez szóval se szabad állni, ez tilos. Semmilyen szempontból. De Jézus nem csak szóba állt vele, hanem hitre jutatta ezt az asszonyt. Aminek hatására a hölgy berohant a városba, és elkezdte hirdetni a Krisztust, a messiást. És rengeteg ember megtért. És valójában ő a Biblia első evangélistája, ez a szamáriai nő, akit Isten ilyen csodálatosan használni tudott. Tehát a nezereti Jézust abszolút nem érdekelte, hogy milyen háttérből származik. Nem érdekelte ebből a szempontból, hogy férfi vagy nő. Egy dolog érdekelte, hogy eljusson az Isten megismerésére, hogy találkozzon ő vele nem csak úgy, mint egy zsidó férfival, hanem a messiással, hogy felismeri a messiást. Milyen nagyszerű és csodálatos ez. És ez, az, azt gondoljátok, hogy ez csak több mint kétezer éve volt így. Mert ha végignézzük az egyház történelmet, akkor brutális dolgokkal találkozunk a férfi-nő viszonyban. Meg hát az emberiség történelmében is. Tehát Jézussal lecsengett ez a dolog, most már nem így gondolja Isten, most már megváltozott a helyzet. Nem. Ami Istenünk tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, változhatatlan Isten. Amit ő hirdetett Jézuson keresztül, az ma is pontosan ugyanúgy hirdeti. El nem vesz belőle, és hozzá nem tesz. Tehát azt kell mondjuk, hogy ahogy Jézus bánta nőkkel, az az Isten tökéletes akarata ma is. Száz százalékban. Aztán itt van a vérfolyásos asszony története, aki sok orvostól sokat szenvedett, minden pénzét elköltötte az orvosokra, de egyre rosszabbul lett. Nem volt reménye ennek a nőnek meggyógyulni. 12 éve egy vérfolyásos betegségben szenvedett, a Biblia szerint. 27-es vers a Márk 5. fejezetből. Amikor meghallotta, hogy Jézus ott van, a tömegen át mögé került, és megérintette a köntösét, ezt gondolta ugyanis magában, elég, ha megérintem a ruháját, és meggyógyulok. A vérzése azonnal elállt, és érezte, teste meggyógyult. Jézus azonnal észrevette, hogy erő árat ki belőle. Megfordult a tömegben, és megkérdezte, ki érintette meg a ruhámat. A tanítványai így válaszoltak, látod milyen nagy tömegtolon körülötted, és azt kérdezett, ki érintett meg. Jézus azonban körbenézett, hogy meglássa azt, aki megérintette őt, tehát aki egy más módon érintette meg őt. Ekkor a meggyógyult asszony félelemtől reszketve, és tudva, hogy mi történt vele, odajött hozzá. Leborult Jézus előtt, és elmondta neki a teljes igazságot, akkor Jézus így szólt hozzá: Lányom, a hited megmentett téged, menj békével, és nem kell többé szenvedned. Azt írja a Biblia, hogy ez az asszony, ez remegve és félve, félelemmel ment oda Jézushoz, de azt is látjuk, hogy leküzdötte ezt a félelmét. Mert egyszerűen hitt és bízott az Úrban, hogyha megérinti, akkor meg fog gyógyulni. És így is lett. Ez a félelem, ami ebben a nőben volt, ez mutatja a korszellemet. Teljesen. Én úgy gondolom, hogy ez nem, nem csupán, vagy nem igazán Isten félelem, hanem egyszerűen Tudta, hogy a megvetés, a, a, az elutasítás vár rá, hogyha oda megy és megérint egy egy rabit vérfolyásosan? Az Ószövetségben a vérfolyásban szenvedő emberek el voltak különítve. Tehát nem volt az, hogy csak úgy oda megy és különösen egy megérint és egy rabit megérint. Hát úrról. Tehát ilyet nem tettek. És az, asszony nagyon jól tudta, hogy a, a, korszellem, a társadalmi elvárás, a vallási szokás nem tűri ilyeneket. De Jézus semmiért nem mondott neki, hogy képzeled, hogy ide jöttél. Hát neked nem itt van a helyed, el kell különítve lenned. Nem ez a módja a dolgoknak. Eleve miért nyúlsz hozzá egy, egy idegen férfihez, meg ilyenek. Semmiért nem mondott neki egyáltalán szóba se hozta ezt a kérdést. Jézus egyedül egy dologra nézett az asszonynak a hitére, azt mondta, a hited megtartott téged. Dicsőség az Úrnak. Látjátok, hogy ebben semmiféle diszkrimináció nincsen ők felé. Zéró diszkrimináció van. Aztán később azt olvassuk, hogy Márk 5.35-ben a zsinagóga vezetőnek a kislányáról hozták a hírt, hogy meghalt. Ezt mondták, a lányod már meghalt, miért fárasztott tovább a tanítót? Jézus azonban meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagóga vezetőjéhez, ne félj, csak higgy. Senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, Jakab testvérének. Amikor a zsinagóga a vezetőjének házához értek, Jézus látta, hogy az emberek sírnak és hangosan jajgatnak. Bement és így szólt hozzájuk, mi ez az űrzavar és miért sírtok? A kislány nem halt meg, csak alszik. Ők azonban kinevették őt. Ekkor már mindenkit kiküldött, és csak a gyermek apja és anyja, valamint a tanítványai maradhattak vele. Így mentek be abba a szobába, ahol a gyermek volt. Ott Jézus megfogta a gyermek kezét, és így szólt. Talita kumi. Ez azt jelenti kislány. Megparancsolom, hogy kej föl. A kislány, aki 12 éves volt, azonnal fölkelt, és elkezdett járkálni. Mindjárt nagyon megdöbbentek. Jézus ekkor szigorúan megparancsolta, hogy senkinek ne beszéljenek erről. Majd azt mondta, hogy adjanak enni a kislánynak. Halleluja! Ilyen a mi Urunk, ilyen a mi Istenünk. A mi Istenünknek nincs lehetetlen. A mi Istenünknek hatalma van a halál fölött. És a mi Istenünk nagyon szereti a fiatal lányokat is. Micsoda szív mutatkozik meg ebben a történetben. Komolyan mondom. Azt mondta az ott levőknek, hogy adjatok enni a kislánynak. Tehát gondoskodni akart róla ilyen módon is, figyelmeztetni őket, hogy lássák el ezt a gyermeket. Hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, én közel 30 évet tanulmányozom ezt a személyt, a názáreti Jézust. Engem lenyűgöz a mai napig is. Én nem tudom ezt a történetet úgy elolvasni, vagy végolvasni, hogy ne nyűgözne le a személye az Úrnak, és a hozzáállása, a beszéde, a viselkedése, és az ő természet fölötti ereje, ami, ami akkor is kiárad, amikor ezt a történetet hallod. Azért hallod ezt a történetet, mert lehet, hogy olyan nehézségekbe vagy, amire azt gondolod, hogy nincs megoldás. Az is lehet, hogy olyan betegség gyötör, amiről azt gondolod, hogy nincs kiút abból. De tudd meg, hogy a te Istened hatalmas, hogy ezen át segítsen, hogy megmentsen téged. Így bánt a Jézus a nőkkel. Így bánt velük. A Bibliában nem olvasok egyetlen cinikus megjegyzést. Egyetlen utalást sem, ami a nőket leminősítené Jézus szájából. Még gondolati síkon sem volt ez ő benne. Miért? Mert a názáreti Jézusban nem volt bűn. Semmilyen szinten. Teljesen bűntelen volt. Ebből következik még egy dolog. Hogy minden megalázó, leminősítő, cinikus, legyen az csak viccelődő dolog a nőkkel kapcsolatban, bűn. Értitek? Bűn. És az a társadalom tele van ezzel a bűnnel. A férfiak feje tele van ezzel a bűnnel. A nők pedig belemennek ebbe a játékba a túlélés miatt. Eltűrik ezt. Ez a világ használja a nőket, és kihasználja, felhasználja. Nőkkel adják el a termékeket. Hogy jön egy sportautóhoz egy nő, Miért kell hozzá egy nő, hogy ráültessék a motorháztetőre félmeztelenül? És ilyen dolgokról beszélek. Itt tart a társadalom. Azt akarom nektek mondani, ez bűn, és bűn, és bűn. És nem a prüdéria beszél belőlem, mit gyétek el. Hanem az Isten igazsága. A názareti Jézus soha ilyet nem tett. Soha véletlenül sem utalt semmi ilyesmire. A názareti Jézus tisztelte ilyen értelemben a nőket, tisztelte az embert, a férfiakat is, és tudta az emberiségnek a romlott állapotát. Ez nem azt jelenti, hogy ő átsiklott dolgokon, hogy nem vette észre, hogy a szamáriai asszony például éppen a hatodik férfi temészti el. Ne gondoljátok, hogy Jézus ezen átsiklott. Nem, ő azért jött, hogy megmentse és megtartsa az embereket. Úgy is mondhatnám, és ez több példa is van az igében, hogy Jézus megvédte a nőket. Miért védte meg a nőket? Mert védelemre szorultak. És ez nem csak egy jóvágású férfias tulajdonság, egy lovagiasság, hanem az Isten hozzáállása a védelemre szorulók felé. Lukács 7.36-ban hallunk egy, olvasunk egy bűnös nőről. Az egyik farizeus meghívta Jézust abba a házba, hogy együtt egyenek. Jézus elment és leült az asztalhoz. Volt abban a városban egy bűnös nő, amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában eszik, egy illatszerrel teli alabástrom edényt hozott, megállt Jézus mögött a lábánál, sírt, majd megcsókolta Jézus lábát, és végül illatszert öntött rá. Látta ezt a farizeus, aki meghívta Jézust, és ezt gondolta. Ha próféta volna, tudná, miféle nő ez aki hozzá ér. Tudná, hogy ez egy bűnös asszony. Jézus így szólt hozzá, Simon, mondanom kell neked valamit. Simon így válaszolt, Mond, tanító. Jézus így folytatta, volt egy hitelező, és annak volt két adósa. Az egyikük 500 ezüst pénzzel tartozott neki, a másik ötvennel. Mivel egyikük se tudta visszafizetni a tartozását, a hitelező nagylelkűen elengedte mindkettőjük adósságát. A kettő közül vajon melyik szereti jobban a hitelezőt? Simon így válaszolt. Gondolom az, amelyiknek több adósságot engedett el. Mire Jézus ezt mondta, helyesen válaszoltál. Az asszonyra mutatott, és így folytatta. Nézd csak, mit tett ez az asszony. Eljöttem a házadba, nem adtál nekem vizet, hogy a lábamat megmossam. Ő a könnyeivel mosta, és a hajával törölte meg a lábam. Te nem üdvözöltél csókkal, ő pedig amióta megérkeztem, szüntelenül lábamat csókolgatja. Nem kented meg a fejemet olajjal, ő illatszerrel kente meg a lábamat. Ezért mondom, Neki sok bűnelet megbocsátva, hiszen nagyon szeretett. Akinek viszont kevés van megbocsátva, az kevésbé szeret. Ezután így szólt az asszonyhoz, a bűneid meg vannak bocsátva. Akik vele ettek, ezt mondták maguk között, ki ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja. Jézus így folytatta, a hited megmentett téged, menj el békességgel. Dicsőség az Úrnak. Ugyanez a történet megtalálható még a Máté 26.6-ban is, csak két dolgot kiemelnék, ami hozzá tartozik. Amikor ez az asszony az alabástrom edényt, ami egy rendkívül értékes edény volt, tele drága illatszerekkel összetörte, erre azért volt szükség, le kellett törni a fejét az edénynek, hogy kijöjjön belőle az illatszer. Akkor ezt írja a Máté 26, 8. Amikor a tanítványok ezt meglátták, mérgesek lettek. Azt kérdezték, mire jó ez a pazarlás? Eladhattuk volna sok pénzért, és a pénzen segíthettünk volna a szegényeken. Jézus azonban tudta, hogy miről beszélnek, így szólt hozzájuk, miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jó dolgot tett velem. És 13. vers. Igazán mondom nektek, az egész világon, ahol csak hirdetni fogják ezt az örömhírt, azt is elmondják majd, amit ez az asszony tett, és emlékezni fognak rá. Hmm. Még ma is ezt a történetet olvassuk a gyülekezetben. Miért bántjátok ezt az asszonyt? kérdezte tőlük. Azért bántjátok, mert egy közismerten bűnös nő háttérbe jött? Nem nézitek ennek az asszonynak a hitét? Nem nézitek azt, hogy milyen hittel és szeretettel fordul az élő Istenhez. Ez az asszony megszabadul és megmenekül. De lehet, hogy aki így kritizálja, az nem szabadul meg és nem menekül meg. Aki megveti ezt az asszonyt, az nem szabadul meg. Miért gondolták a férfiak azt, hogy a férfiak Közelebb jöhetnek ez A férfiak előbb megmenekülnek, mint a nők. Mert a nő az egy ilyen futottak még kategória, az egy utánfutó, egy tartozék az életbe, nem lényeges. Miért gondolkodtak így a férfiak? Azért, mert a sátán uralkodott az elméjük felett. A gonosz. Soha ne gondolkodj, így a férfi vagy. Ha ilyen gondolatok jönnek az elmédbe, feszítsd meg ezeket a gondolatokat, mert ez nem Istentől van. És itt van a házasságtörő nő története is, ami valószínűleg a teremben ülők nagy része jól ismer, ezért nem fogom az egészet felolvasni. De lényeg az, hogy Jézus törbe akarják csalni, és odahoznak egy házasság törésen kapatott, tehát az ágyból kirángatott asszonyt. És Várják és figyelik, hogy Jézus mit fog tenni. A törvény szerint ezt a nőt meg kellene kövezni, tehát azonnal meg kellene ölni, hiszen nyilvánvalóan házasságtörésen kaphatott. Ebből is látszik a korszellem, mert a férfit nem cibálták oda, csak a nőt. És nyilvánvalóan csapdába akarták csalni Jézust ezzel az egész eseménnyel. Mert valószínűleg már hallhatták, hogy Jézus többször is szóba állt nőkkel, pozitívan viszonyult feléjük, és nem azt nézte, hogy milyen háttérből jönnek, hanem a hitet kereste ő bennük, és az Isten szeretetét. Tehát itt volt ez a nő, itt voltak ezek a férfiak. Jézus legugolt, és az ujjával írni kezdett a földre. Mivel tovább kérdezgették felállt, és azt mondta nekik, aki bűntelen közületek, az dobja rá az első követ. Majd újra legugolt, és tovább írt a földre. Ekkor ezt meghallották, egymás után mind kimentek, kezdve az idősebbekkel, végül Jézus egyedül maradt a középen álló asszonynal. Ekkor Jézus felállt, és azt mondta neki, asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Az asszony pedig így szólt. Senki, uram, Jézus így felelt, én sem ítélek el. Menj el, és többé ne védkezz. Jézus nem azért jött erre a földre, hogy elítélje az embereket. Az elítélés az más, mint a megítélés. Az elítélés azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy halára ítélje. Jézus nem ezért jött el, és ez nagyon jól látszik ebből a párbeszédből is ezzel a nyilvánvalóan házasságtörésen kapott asszonyon. Jézus azért jött, hogy megmentse. Jézusnak fontosabb volt az, hogy ez az asszony megmeneküljön. Azt mondta neki, nem azt mondta, hogy most már olyan toleráns korszakban élünk, ahol minden bűnt tolerálunk, mert eljött Jézuska, és Jézuska annyira aranyos és kedves, hogy ő elnéz minden bűnt, és életek nyugodtan bűnösen vastagon. Nem is kell a bűnnel törődni, foglalkozni, hanem én már mindent elrendeztem. Nem ezt mondja az Úr, azt mondja a nőnek, ne kezd többé. És ebben az utolsó mondanban benne van az ő féltő szeretete felé, a nő felé. És benne van egy üzenetet a számodra is. És akár férfi vagy, akár nő, ez mindenképpen érvényes az életünkre, az életedre. És ez pedig a következő. A názáreti Jézus azért jött, hogy megmenekülj. Te, személyesen. Nincs globális megmenekülés, nincs gyülekezeti megmenekülés, meg felekezeti, meg egyéb ilyen. Nincs csoportos megmenekülés. Személyes, élő, kapcsolatra hív el téged Isten ezzel a személlyel, akiről most beszélünk. Aki nincs a testében jelen már a Földön, de mégis jelen van az ő testében, aki a gyülekezet, az Isten népe. Ez nem persze a mi gyülekezetünk csupán. És a názáreti Jézus fő célja az felét, hogy megértsd, hogy megtapasztald az ő jóságát, az ő kegyelmét, és Megmentsen téged a biztos elveszésből, mert mindenki elveszik, aki nem őben benne hisz és nem őt követi. Tehát Jézus így szolgált a házasságtörő nő felé, így szolgált a szamáriai asszony felé, és mindenki más felé is. Pusztán azért, hogy, hogy nő volt az illető, nem tett extra kedvezményeket feléjük. Van egy mondás, ami úgy szól, hogy mielőtt férjhez mész, nézd meg, hogy a srác hogyan bánik az anyukájával. És ha rosszul bánik, gondol meg, hogy hozzám észre. De érdekes lehet, hogy hogyan bánt az anyjával. Jézus. Sok adalék van, sok történet van. A legelső talán a Kánai Mennyegző, amiből egy rövid részt felolvasnék, egy esküvőre voltak hivatalosak, és ott volt az édesanyja Mária is Jézusnak. Amikor elfogyott a bor, így szólt Jézus anyja, nincs több boruk. Erre Jézus azt válaszolta, asszony, miért mondod ezt nekem? Nem jött még el az én időm. Anyja pedig így szólt a szolgákhoz, tegyetek meg mindent, amit Jézus mond. Ha ismeri valaki a Károli Gáspár fordítása Bibliát, ott az így szerepel, hogy mi közöm van hozzád, ó asszony? Emlékeztek erre, aki olvasta? Tehát úgy tűnhetne ez, hogy Jézus durván beszólt a, a, anyukának. Én erről hallottam konkrétan prédikációt is, ami hát egy bizonyos aspektusból szerette volna csoportosítani az igéket, de nem jó módon. Jézus nem szólt be az anyjának, jobb, ha tőlem tudjátok. Nem lökött oda ilyen gonosz beszédet, amit esetleg a mi drága gyerekeink időnként elkövetnek. Csak egyszerűen arról van itt szó, hogy ő szeretett volna az édesanyja egy kicsit anyucizni. Tehát, ő, hogy mondjam, odalépni a dolgokra, hogy történjenek a dolgok. Legyen megoldása arra, hogy egy esküvőn elfogyott a bor, Persze itt most nem bikavért ittak, meg ilyen tömény borokat, ezek ilyen könnyű borok voltak, csak mondom, hogy, hogy azt gondoljátok. De lényeg az, hogy ez volt. És Jézus azt mondta mamájának, hogy nincs meg itt az én időm. Tehát nem hallgatott rá, nem azt mondta, hogy ha az én anyukám azt mondja, hogy akkor én ugrok minden megfontolás nélkül. Miért? Mert ő nem az anyukájától függött, főleg nem felnőttként, hanem az Atyától. Az Atya akaratát követte. Ebben sok tanulság van egyébként. Anyuka függő fiataloknak mondom, esetleg. A legjobb, hogyha megtérsz az Úrhoz, és te is az Atyának az akaratát keresed, és azzal a szeretettel fordulsz az édesanyád felé egész életébe, ahogy ő is szeret bennünket. Mert ez lesz a jó szeretet, és ez lesz az igazi szeretet. De semmiképpen nincs arról szó, hogy Jézus így csúnyán beszólt volna a mamájának. Aztán még abból is látszik, hogy Jézus hogy bánt az édesanyjával, hogy a keresztán függve, tehát szörnyű kínok között a kereszten függve gondolt az édesanyjára. Ezt írja a János Evangélium 19. fejezet 25 verse. Jézus keresztjénél ott állt az édesanyja és annak a nővére. Ott volt Mária, Kleopás felesége és a Magdalai Mária. Amikor Jézus ránézett az anyjára és a közelben álló tanítványra, akit szeretett, ez valószínűleg János apostol volt, így szólt az anyjához. Asszony, itt a fiad. A tanítványnak pedig ezt mondta, nézd, itt van az anyád. A tanítvány el is vitte a saját otthonába Jézus anyját, aki attól kezdve ott lakott vele. Tehát a kereszten függő, haldokló názareti Jézus gondot viselt az anyjáról, és rábízta valószínűleg János apostolra, ezt így gondolják a legtöbben. Mert tudta jól, hogy ha ő elmegy, akkor az anyja támasz nélkül marad. De Jézusnak ilyen lélek jelenléte, és ilyen lelkéreje, és ilyen szeretete volt, hogy még a kereszten agonizálva is gondolt az édesanyjára, gondoskodott róla. És ez szerintem példaértékű és csodálatos. Múltkor is olvastam ebből, de most megint felhozom, nem baj, hogyha ismétlünk egy-két igét amikor a feltámadás után a názáreti Jézus megjelenik az asszonyoknak. Máté 28. -öt. Ugye elmentek ezek a hölgyek, és a sírnál egy anyjával találkoztak, aki megszólította az asszonyokat. Ti ne féljetek! Ez csak azért mondom, aki azt gondolja az angyalról közöttünk, hogy ezek ilyen kis kövérkés, ilyen kis lebegő, kis madárszerű lény. Tehát az itt lévő katonák, akik ki voltak rendelve az őrségre, azok mint a holtak úgy estek össze, amikor Isten angyala megjelent. Ezt csak így zárójelbe hozzáteszem. De ezek az asszonyok, bár ők is féltek, de azért állták a sarat. Ezt mondja nekik ez az angyal, ti ne féljetek. Tudom, hogy a keresztre feszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadta halálból, ahogyan azt előre megmondta. Gyertek csak, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. Aztán siessetek a tanítványaihoz, és mondjátok meg nekik, Jézus feltámadt a halálból, és előttetek megy Galileába. Ott majd meg fogjátok látni őt. Ezt az üzenetet hoztam nektek. Nyolcas vers. Erre az asszonyok ilyetten, de nagy örömmel elsiettek a sírtól, hogy hírt vigyenek a tanítványoknak. Útközben hirtelen maga Jézus állt meg előttük és köszöntötte őket. Békesség! Az asszonyok leborultak a lába előtt és imádták őt. Jézus ekkor ezt mondta, ne féljetek! Menjetek! Mondjátok meg a testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, ott majd meglátnak engem. Szóval ott voltak ezek az asszonyok, én nem tudom másképp látni őket, mint hősnőként. Ezek hősnők voltak. És ebből a szövegből az derül ki, hogy Isten rájuk bízta a feltámadás üzenetét. Ők voltak az elsők, egész pontosan, akikre Isten rábízta a feltámadás üzenetét. Miért? A férfi nem volt a közelben. Csak a félholtan összeroskadt őrök. Aztán később megtudjuk azt is, hogy a tanítványok nem is hallgattak a nőkre, ezt is még felolvasom, Lukács 24.10. Az asszonyok csoportjában volt a Magdalai Mária, Johanna és Mária, Jakab anyja és más asszonyok is, akik a feltámadás sírét hozták. Az apostolok azonban nem hittek az asszonyoknak, és képtelenségnek tartották, amit mondtak. Na most valamit szeretnék kérdezni tőletek. Ha Isten rábíz egy üzenetet egy asszonyra, akkor pusztán azért, mert nő, én úgy gondoljam, hogy ez egy bolondság, egy marhasság, egy hülyeség. Úgy gondolkodjak, hogy egy, egy nőtől nem számazhat épkézláb gondolat. Isten nem bízhat rá semmit egy nőre. Az egyház nagy része így gondolkodik ma is. ez nagyon szomorú. Mert Isten szuverén Isten, és ő arra bízza rá az üzenetét, akire ő akarja. Ha az egy kisgyerek, akkor egy kisgyerekre bízza rá. Ha a nő, akkor nőre, a férfi, akkor férfira. Isten nem nézi a nemét, a korát, a mit tudom, milyen állapotát. Ő a szívek vizsgálója, és szív alapján hív el és választ ki embereket. Én azt mondom, jól tesszük, hogyha Isten üzenetére odafigyelünk, ha a hölgyektől származik, akkor is. Befejezésül még egy igét szeretnék nektek felhozni a Nazareth Jézus természetéről. Ugyanis, amikor a názareti Jézus szólt és szolgált, ő a természetéből beszélt, amiről azt mondta, hogy ugyanez a természet és ugyanez a gondolkodásmód legyen te benned is, aki Krisztus követi. Minden férfiban és minden nőben, kivétel nélkül. Azt is mondta, hogy változzunk el az ő természetére, az ő képmására, hogy kezdjünk el és egyre inkább hasonlítsunk őre. Úgy gondolkodjunk, ahogy ő gondolkodik. Vegyük át azt a mentalitást, azt a gondolkodásmódot. Például a nőkre nézve is, ahogyan ő viszonyulta és viszonyul a hölgyekhez. Úgyhogy a Filippi levélből szeretnék egy részt felolvasni, Filippi 2-ből, 3 verstől. Ne irányítson benneteket az önzés, irítség, vagy büszkeség. Ellenkezőleg Alázatosak legyetek, és adjatok a másiknak több tiszteletet, mint amit magatoknak kívántok. Ne csak a magatok érdekeit nézzétek, hanem mindenki törődjön a testvérei érdekeivel is. Az a gondolkodásmód és szándék uralkodjon bennetek, amely a Krisztus Jézust jellemezte. Ő ugyanis minden tekintetben Istenhez volt hasonló, sőt egyenrangú volt Istennel. Ehhez azonban nem ragaszkodott mindenáron, mint jogos tulajdonához, hanem mindenről önként lemondott, és beleegyezett abba, hogy szolga legyen. Amikor a Földön megszületett és emberé lett, valóban olyan is volt, mint egy szolga. Amikor külsejét tekintve úgy élt, mint ember, megalázkodott és tökéletesen engedelmeskedett Istennek. Még akkor is engedelmes volt, amikor emiatt meg kellett halnia. Igen, a kereszten történt halála pillanatáig engedelmes maradt. Ezért azután Isten a legmagasabb méltóságra emelte. Olyan nevet és hatalmat adott neki, amely minden más név és hatalom fölött áll. Dicsőség az Úrnak! Az atya Jézust fölemelte hatalmasan, emberként, emberistenként, a feltámadott urat. Ma sokan szeretnének fölemelkedni, hatalmasok lenni, nagyok lenni, dicsőségesek lenni, híresek, befolyásosak lenni. De a Biblia azt tanítja, hogy mindennek az útja az az ahogy Jézus viszonyult. Jézus félretette az ő isteni származását ebben az értelemben, isteni hatalmát inkább így mondom, azért, hogy szolga legyen emberként. Ő az atyától függve szolgált ezen a földön, pontosan úgy, ahogy te is tudsz szolgálni ezen a földön. Megalázta magát, Azért, hogy másokat megmentsem. És azt mondja itt Filippihez írt levélben Pálapostól, ne irányítson benneteket az önzés, ne az irigység, ne a büszkeség, hanem ellenkezőleg legyetek alázatosak, adjatok a másiknak több tiszteletet, mint amit magatoknak kívántok. A testvéreim, férfi társaim nem kéne ezt érvényre juttatni a nők felé? Szerintetek? A nő testvéreink felé? Nem kéne így gondolkodnunk felőlük is? Köszönöm, hogy meghallgattatok.